A kerékpáripar azon szektorok közé tartozik, amelyben a járvány következtében óriási fellendülés következett be. Az egyik kerékpárgyártó gyöngyösi üzemében napi 1000 kerékpárt raknak össze, de ennél sokkal többet is fel tudna venni a piac. Az elmúlt hetekben számos olyan kormányzati intézkedést jelentettek be, amelyek még tovább növelték a kerékpárok iránti eddigi szinte kielégíthetetlen igényt. Az üzemanyag áraknak a növekedése hozta ezt magával, hogy egyre többen állnak át úgymond az autós közlekedésről, a kerékpáros közlekedésről, és mindenki az anyagi helyzetéhez mérten megkeresi a saját magának való modellt, és akkor ez alapján válasz kerékpárt, és akkor hagyják azt az autó helyett. Nem csak a hagyományos kerékpárok iránt nőtt meg a kereslet, bár augusztustól drágább lehet az áram, ez nem befolyásolta az elektromos kerékpárok iránti érdeklődést. Ettől függetlenül, hogy az áramárak növekedtek, megnőtt ugyanúgy a kereslet, mivel ezeknek a kerékpároknak olyan alacsony az energiafelvétele, oly szinten elenyésző, hogy majdnem hogy jelentéktelen, ugyanúgy, mint akár egy mobiltelefonnál, egy okos eszköznél, minimális az energiafelvétele, és nagyon nagy a hatótávja. Egyre nagyobb hatótávú kerékpárok jönnek ki a piacra, és ezáltal állnak át elektromos kerékpárokra. Ez a hatalmas kereslet növekedés azonban megdobta az árakat is. Volt olyan közepes árkategóriájú bringa, amely 3 nap alatt 300 000 forinttal lett drágább. Pedig a járvány kitörése óta egyébként is folyamatosan emelkedtek a bringák és az alkatrészek árai, akár 30-40%-kal is. És bár az árnövekedés még mindig tart, a raktárak és a készletek fogynak. Volt, aki Pécsről telefonált és foglalt kerékpárt ebből az üzletből, mert a kiválasztott modellt máshol nem találta meg. Ő még jól járt, de nincs mindenkinek ilyen szerencséje. A statisztikák most azt mutatják, hogy akár csak egy új autóra, ma már a kerékpárokra is hosszú, akár másfél éves várólisták alakultak ki.